A stúdióban Galgóczi Eszter, Boros Tamás és Forgács Bianka. A nyári hűség és szárazság következtében Görögország több pontján is lángra kapott a növényzet, és nem csupán a görög erdők égnek, hanem Algériába, Kanadába, Oroszországba, Spanyolországba, Svájcba is kellett kimenteni az embereket az erdőtüzek miatt. Csomó elemzést olvastam erről, és követtem a híreket, néztem a drámai felvételeket, és ugye mivel volt tele a sajtó, hogy elérkezett a végidő, a földi pokol, a valóság, az emberiség vétkezett, és akkor itt van a büntetés. És aztán a műsorszolgáltatók ugye ilyen épületeket, emésztő tüzeket mutattak be, a tájak hamuvá váltak, a lakóhelyüket elhagyni kényszerű turisták számtalan posztban leírták a saját terrorukat, amiket átéltek, és az egész egy ilyen katasztrófa filmé alakult át. És hát, hogy ki a tettes? Ilyenkor valakit meg kell nevezni. A rendőrség talált gyújtogatókat, és hát elég egyértelműnek tűnik, hogy itt szándékos vagy nem szándékos gyújtogatásról van szó, na de hát, hogy ki a vétkes, mi a végső következtetés? Na? Az emberek, nem? A klímakatasztrófa. Így van, a klímaváltozás. A klímaváltozás miatt van az egész, emiatt égnek ezek a tüzek. A klímaválság már itt van a földközi tengeren, mindenütt megnyilvánul majd, még nagyobb katasztrófákkal, ezt kimondta Mitsotakis görög kormányfő. És akkor elkezdődött ezzel kapcsolatban az elit hibáztatása is, hogy a klímaváltozás az nem más, mint mi magunk, mi vagyunk a hibásak, fűtjük az otthonainkat, külföldi nyaralásokra utazunk, és mindehez fosszilis tüzelőanyagra van szükség. És akkor jönnek a klímatudósok, lehetett olvasni mindenhol ilyen elemzéseket kis keretben, ahol ők is hozzáteszik a magukét, és ők értetlenül állnak az emberek butasága előtt, akik még mindig repülővel utaznak nyaralni, és hozzájárulnak ahhoz a klímamészárláshoz, amerről panaszkodnak is. Arról meg valahogy megfeledkezünk, hogy itt gyújtogatás történt, a radosszi tűzoltóparancsnok is azt mondta, hogy akár rossz indulatból, akár hanyagságból ezeket a tüzeket emberi kéz okozta. Dehogy is, klímaváltozás. Azért megértem, hogy van kritikád a klímaváltozás megítélésével kapcsolatban, hiszen azért az tényleg nem működik, vagy nem ízléses ezt eljátszani, hogy bármilyen katasztrófa történik, rögtön rákenjük a klímaváltozásra, viszont azt eltagadni, hogy szélsőséges időjárási viszonyokkal lehet találkozni, és tudom, hogy a Föld történetében nem először, viszont vannak olyan dolgok, amiket megváltoztattunk szándékosan. Azért az, hogy létezik az üvegházhatás, azt szerintem nagyon-nagyon nehéz lenne eltagadni, és az, hogy ennek van következménye, az tényszerű dolog. Az, hogy most konkrétan a görögországi vagy a rodoszi tüzeket gyújtogatás okozta, vagy nem, ez egy darab kérdés, de itt felsoroltunk, vagy 5 országot, ahol ez probléma, és nem mond nekem azt, hogy mindenhol elkezdtek gyújtogatni. Tehát értelemszerűen ahhoz, hogy egy növényzet könnyen lángra kapjon, ahhoz kell a szárazság is, kell a hő. És az, hogy van egy gyújtópont, és az nem egy természetes forrásból jött, ez könnyen lehet, viszont azt eltagadni, hogy ennek bármilyen köze lenne a szárassághoz, vagy egy közelgő klímakatasztrófához, és nem kell rögtön a világ végét vizionálni szerintem, csak olyan arrogánsan beszélni róla, hogy ez nem létezik. Mint én. Ezzel van egy kis probléma. De én szóval nem mondtam, hogy ez nem létezik. De valójában itt csak nem, tehát hogy én azt érzem, ugye, ahogyan mondtad, egy kicsit helyből úgy hangzott, mint hogyha az egyik szélsőségből csapnánk át a másikba. Tehát, hogy az újságcikkek ugye azt mondják, hogy Armageddon, klímaválság, mi vagyunk a felelősek, és nem tudom, és te meg azt mondod, hogy na, álljunk csak meg, itt semmilyen klímafelelősség nincsen, itt nincsen semmi látnivaló, csak gyújtogatók vannak, és én is azt gondolom, hogy te akkor nem egy hidat képezek így, a két gondolatom között. Egy kicsit árnyalni kellene. Akkor árnyalom. Mondanék számokat. Az 1900-as évek elején a globális felmelegedés előtti korszakban járunk, a világ földterületeinek körülbelül 4,2%-a éget le évente. Ma a világnak csak 3%-a ég le évente. A NASA műholdai is megmutatják, hogy még az elmúlt két évtizedben is a világ égett területe a negyedével csökkent.
A 2023-as év eddig a tüzek átlagos éve volt egyébként Európában, annak ellenére, hogy a híradásokban sorban jönnek ezek az erdőtűzről szóló hírek. Az elmúlt 100 év során az éghajlattal összefüggő incidensek miatti halálozások száma 96%-kal csökkent. Annak ellenére, hogy a világ népessége ugye meg négyszereződött. A szélsőséges időjárási események miatti halálozás kockázata 98%-kal kisebb, mint az ipari forradalom előtt lett volna. Én nem azt mondom, hogy nincs veszély. Szó sincs arról, hogy nincsen üvegházhatás. Nincs. És valóban az, hogy emelkedik a hőmérséklet, növeli a tűzesetek lehetőségét. De az a fajta apokalipszis, amit ezekben a különböző híradásokban felvázolnak, hogy na most jön az apokalipszis, az egész egyszerűen nem igaz. Én értem, hogy miért riogatnak. Értem Greta Thunberg szerepét. Értem az aktivisták szerepét, hogy itt fel kell vázolni valami egészen borzalmas dolgot, amiben majd a családunk megég. Na de soha a Föld történetében nem voltunk ennyire biztonságban a szélsőséges időjárási körülményektől. Ez sajnos, vagy nem sajnos, de így van. Csak erről az aktivista azért nem beszél, és azért leplezi el a valóságot, mert attól fél, hogy ha ez az emberek fejében rögzül, akkor abban a pillanatban a fosszilis tüzelőanyagoknak a használata az a sokszorosára fog nőni. És ez valóban így van, mert egyre kényelmesebb az életünk, egyre gazdagabbak vagyunk, egyre könnyebben jutunk hozzá például a földgázhoz, egyre többször tankolhatjuk meg az autónkat, én ezt értem, ez valóban így van, ez egy probléma. Az árak emelése volt eddig, és mondhatom, hogy az elmúlt 30 év tekintetében az egyetlen olyan akadály, ami az emberek kényelme és mondjuk környezettudatossága közé állt. Tehát ez Magyarországon is bekövetkezett, ugye a rezsiáremelés, és azonnal takarékosabbra váltott a magyar társadalom. Ne menjünk abba bele, hogy ennek vannak ilyen vadhajtásai, hogy például Kelet-Magyarországon ez már ilyen fagyhalál közeli állapotokat is okozott, mert ez is benne van a pakliban, de egész egyszerűen, ha a pénztárcánk valamilyen módon sérül. Tehát a saját vagyonunkhoz kell nyúlnunk azért, hogy lemondjunk a kényelmünkről, abban a pillanatban fogunk mi lépni, és sajnos az a fajta környezettudatosság, amit Greta Thunbergék szeretnének elérni, hogy mi a föld bolygóért, az unokáinkért, a jövőnkért tegyünk valamit, az egyszerűen nem valósul meg. És én azt gondolom, hogy tényleg egy apokaliptikus jövőképet felvázolni, az egyrészt nem lesz igaz, másrészt pedig én úgy gondolom, hogy ilyenfajta riogatással, ha az apokalipszis tényleg nem következik be, és nem robban fel a bolygó, miközben folyamatosan bemondanak dátumokat, hogy na most aztán majd tényleg vizesár meg minden, és ez nem jön egy idő után, már azt a minimális környezettudatosságot sem lehet elérni az aktivistáknak, amit egyébként egy jól felépített programmal igen. Én az őszinteségben hiszek, és amit ők nyomnak, meg amit itt a híradásokban olvastam, hogy már ezt is megpróbálják elleplezni, hogy egy emberi mulasztás miatt történt a tűz, hanem klímakatasztrófa, akkor egyszerűen kiégnek a receptoraink, és csak a vállat fogunk rándítani egy 10 év múlva. Nem én, nem magamról beszélek, hanem ugye az társadalmilag lesz. Ez egy nagyon csúnyán lesajnált történet. Értem a kritikádat a sajtó megjelenésekkel kapcsolatban, hogy tényleg egy ilyen apokalipszist vizionálnak, hogy ez holnap fog jönni, jövőre fog jönni, 10 év múlva fog jönni. Csak az a probléma, és ezt szerintem rendbe kellene tenni a fejekbe, hogy ez nem úgy fog kinézni, vagy a mai nap sem úgy néz ki, hogy egyszer történik egy hatalmas áradás, felmelegedés, ami romba dönti a civilizációnkat, hanem ez egy nagyon lassú folyamat. És tök érdekes volt, de nem ezt mondják, mert az nem átélhető, érted? Tehát ilyen filmes dramaturgiai elemekkel élnek. Mert így működik a sajtó a Covid-nál. Nem, pontos... az aktivisták működnek így. Greta Thunberg mondja, hogy az unokáid jövője, ő mondott be egy dátumot, hogy na akkor most fog de eljönni majd a föld végórája, van. És basszus nem jön el. De ebben meg igaza van, hogy adott esetben az unokáink életére ez már olyan befolyás lehet, hogy de ez egy olyan lassú folyamat, hogy amúgy nem. Na, egyébként az történt, azt hiszem Ausztráliában volt egy pont, amikor így bejelentették, hogy mikorra fog elfogyni a víz.
amennyiben ugye az emberek nem tudják visszafogni az ő használt mennyiségeiket. És kiraktak egy órát, vagy legalábbis egy számlálót, amit, ugye, amit elért a lakosság, és ezért gyakorlatilag ezt ki tudták tolni, és végül egyébként nem következett be katasztrófa. Tehát, hogy értem a kritikádat, és valójában egyébként igazat is adok neked abban, hogy itt valószínűleg nem lesz olyan Armageddon, amiről sokan vizionálnak, viszont egyébként az is van, és ebben a Biancának is igaza van, hogy egyrészt a médiában is van egy olyan fajta torzítás vagy jelenség, hogy mindig ugye az ilyen hiperizgalmas, nagyon érdekes mondásokat emeljük ki, mindig a szélsőségeknek adunk teret, hogy azok mutassák meg magukat. Másrészt viszont egyébként meg, hogyha így kitűzöl egy dátumot, és azt mondod, hogy eddig valami lesz, azzal lehet, hogy tudsz ösztönözni valóban embereket arra, hogy próbáljanak meg egy icipicit takarékoskodni azokkal az erőforrásokkal, amik jelenleg rendelkezésünkre állnak. Mert nem tudjuk azt mondani, hogy srácok, ha most nem kezded el szelektíven gyűjteni mondjuk a szemetet, takarékoskodni a vízzel, takarékoskodni az energiaforrásokkal, akkor 70 év múlva nagy baj lesz, mert a legtöbb ember mit fog mondani? Hát én 70 év múlva már úgyse leszek itt. Uh-huh. Nekem egy kicsit mindegy. Nem a 70 évről van szó, bocs, mindjárt átadom a szót. Láttam, hogy jelentkeztél, csak egy gyors kötés. A tudatipar, ez a felgyorsult kapitalista világ, a reklámpiac mind arról szól, hogy most azonnal elégítsd ki az igényeidet, most azonnal vásárolj, most azonnal fogyasz. Az emberek nem 70 évre gondolkodnak előre, a jövő hétre sem tudnak előre gondolkodni, mert azon agyalnak, hogy 3-4 napon belül én hogy tudok hozzájutni, és szerintem ez a maximum. Most a hallgatók így felszisznek, én nem ilyen vagyok, de általában sajnos az emberek már ilyenek, és ez nem miattunk van, hanem hogy ezt rakták bele az agyunkba. Annyi információ érkezett, olyan szinten átmosták az agyunkat, olyan manipulációs eszközökkel éltek, hogy az igénykielégítésnek az intervalluma az tényleg ilyen 24 órában mérhető, sajnos. De gyakorlatilag ezzel meg is válaszoltad a saját kérdésedet, hogy miért kommunikál így a média, pont ezért a hosszú távú gondolkozásnak a hiánya miatt. Most azt elmondani, hogy nem tudom, 3 év alatt 0,1 fokot emelkedett a bolygónak az átlag hőmérséklete, így a legtöbb ember elolvassa és így megvonja a vállát. Csak tudom, mi az óriási különbség, hogy ha a reklám nekem azt ígéri, hogy ha megveszem a sampont és azzal megmosom a hajamat, hogy boldogabb leszek, akkor én azt holnap meg tudom vásárolni, lemegyek a boltba, vagy megrendelem az internetről, és már is boldogabb tudok lenni. Hogy ez most placebo vagy nem, az már teljesen mindegy, de boldogabb leszek, hiszen fogyasztottam már, a fogyasztás önmagában is boldogság élményt ad. De az, hogy bemondanak dátumokat, ott meg... De ugyanezt ismeritek akarják. Azt a fajta szexuális játékot férfi és nő között, amikor folyamatosan húzza a nő, vagy a férfi a másik. Húzzák egymást, és a végén nem történik semmi, akár szexuális aktus közben is van ilyen kilépés ebből, van ilyen ez a fajta alázás az orgazmus előtt. Na ugyanezt történik a Thunbergék esetében is, hogy itt viszont elmarad az az élményem, hogy fogyasztás öröm, itt elmarad az, hogy ígérnek valamit, és nem történt semmi. Nem történt semmi. Tök jó a samponos analógiád, mert ugyanannyira tesz boldoggá a sampon, amennyire te azt a fejedben eldöntöd. Tehát egy placebóról van szó, és ugyanezt akarják beléd oltani a klímavédelem esetében, hogyha te ma tettél valamit, adott esetben előfordulhat, hogy hasonló boldog... Nincs eredménye, nem látom az eredményét. De az, van. Hogy ma nem szűnt meg az élet, meg jövő héten nem szűnik de meg az élet. Nem. Most nevetsz ezen, de az is mondok közelébet. Ez értelmezhetetlen. Mi az, hogy nem szűnt meg az élet? Ma nem szűnt meg az élet, mert én szelektíven dobtam ki a szemetem. Mondok közelébet. Ez csak azért, mert mondjuk... Ez a baj ezzel. Amennyiben lehet így változtatni mondjuk a gondolkodást, mondjuk én az ételfelhasználásokban próbálkozom egyébként jobban, vagy így takarékosabban, meg nem tudom, így kicsit környezettudatosabban gondolkodni. Én például valahogyan próbálom átállítani az agyamat, és egyébként nyilván ez időbefektetéssel jár, meg tervezéssel, meg nem tudom, de azzal, hogyha valamit levágok, annak ott van a vége, akkor még azzal kezdenem kell valamit, és akkor még a nem tudom, hogyha valamiben citromlé kellett, akkor a citromhéját hogyan tudom felhasználni, ezek egyébként ki tudnak elégíteni ilyen pillanatnyilag. Tehát, hogy lehet olyan cselekvéseket tenni, amelyekkel egyébként nem azt érzem, hogy most azzal, hogy a citromhéjat még meghallgatom,
randíroztam, miközben egyébként a citromleve az egyébként egy tésztaételhez kellett, uh-huh. hogy a környezetért tettem, és ezzel az unokáimat mentettem meg, de azért nekem egy ilyen elégedettségi érzés, hogy na hát erre is képes voltam. Ez oké, ezt értem, csak közben meg ellened van a teljes kapitalista ipar. És, ja, és a tudatipar, mert oké, hogy ezt megteszed, de a következő Facebook reklám, ami feljön, hogy utazz el Balira, és százszor boldogabb és lesz az életed. Utazok. És utazol. És utazol. Vagy tudom én, autózz el valahova. Tehát nem kell Baliban gondolkodni, de lényeg az, hogy valamit fogyaszt, és azzal a fogyasztásoddal, te lehet, hogy a mérleg egyik serpenyőjébe bele tudod tenni azt, hogy akkor most kandírozom, hogy tudom én, az ételekkel kisé környezettudatosabbá válsz, de közben megpakolsz folyamatosan a másik serpenyőbe. Oké, érted, hogy most nem rólad beszélek, vagy nem Értem. Magunkról, mi vagyunk a kivételek. Természetesen. De én érted, hogy én a földért haragszom, az aktivistákért haragszom, mert azt látom, hogy ez a fajta taktika nem jön be. Lehet, hogy az őszinte taktikával többre mennének, ha azt mondják, hogy gyerekek, igen, ebben van némi kamu, nem fog felrobbanni a föld, de hogy a közben meg minden kezd elcsesződni. Igen, de a marketing is nem véletlen az érzelmeidre akar hatni, mm. és nem tudom, a hogy tudatodra. Tudom, hogy óriási versenyben vannak ők is, mert rá vannak kényszerítve. Sokkal-sokkal hatékonyabb. Illetve még egy mondat azzal kapcsolatban, hogy hogyan képzeljük itt el a világ végét. Egy tök jót mondtál, Tamás, azzal kapcsolatban, hogy ahogy az nőnek az energia árak, ott előbb-utóbb felállhat egy olyan helyzet, hogy emberek mondjuk az otthonukban fagynak meg tömegével, hogyha előjön egy erőforrás hiány, mert nem sikerült egy zöld technológiára átállni. Ez csak egyetlen egy példa, tehát nem úgy kell feltétlenül elképzelni az apokalipszist, vagy a civilizációnknak a megroppanását, hogy tényleg jön valami hatalmas katasztrófa, hanem tényleg simán ez a lassú folyamat, ez szerintem sokkal elképzelhetőbb, okay. és talán átélhetőbb is. Okay. A politika viszont miután lobbisták kezében van, és multinacionális cégek érdeke, hogy ez a fogyasztás fennálljon, még akkor is, ha aláírnak akármilyen egyezményt, hogy majd 2030-ig ökológiai lábnyomukat majd csökkenteni fogják, vagy kevesebbet fognak termelni, vagy éppen elhasználni, ez tök mindegy. A politika azt is ki fogja majd forgatni. Tehát jön mondjuk most egy erőforrás hiány, az emberek már nem tudnak fűteni, és akkor rögtön jön a helyi politika, és azt mondja, hogy Brüsszel. Értem azt, hogy most arra szeretnél. Nem küldenek. Értem, hogy jön arra. Egy háború, vagy akármi, érted? De ennek egy olyan oka is lehet, hogy egyszerűen kifogynak a fosszilis energiák, vagy olyan mértékben csökken az elérhetőségük. Mert Brüsszel elhasználta, elégette őket. Jó, de nem lehet szerintem minden csak a politikai platformra kivetíteni, hogy milyen magyarázat lehet erre. Ők irányítják a gondolkodásunkat. De alapvetően meg a média és a fogyasztásra nem mindig ők ösztönöznek, szóval ez egy ilyen nagyon erős a gondolatmenet, amit felépítettél, amiben nem csak a politika. De, a marketing, a fogyasztás, a nagy cégek, a viszonteladók, az eladók, ebben mindenki benne van. A politikus ma már egy mosópor reklám. Oké, hogy nem konkrétan mosóport vásároltat veled, vagy fogyasztat veled, hanem saját magát. Orbán Viktor kiment a TikTokra, erről majd még fogunk beszélni. Úgyhogy egyébként a teljes ellenzék kint van, minden platformon támadnak, folyamatosan hírt próbálnak generálni, hogy őket fogyaszt, róluk olvas. Mondom, a mechanizmus ugyanaz, csak mást adnak el. Ők a saját politikai, ez világos, nem is a politikai terméküket adják el, a saját személyiségüket adják csak el. Csak itt a klímakatasztrófa val kapcsolatosan megjelenő hírekről beszélünk, és ezt nem csak a politikusok adják el, hanem valójában, tehát, hogy minden, amit mondtál, az így összefügg, uh-huh. és abban benne van a média, abban benne vannak a nagyvállalatok, abban benne vannak azok, akik ugye a termékeket a média miért foglalkozik ezzel vajon? És miért vázol apokalipszist? És hogy klímakatasztrófa? Mert érdekes. Mert arra kattintani mert fogsz kattintás. Talán, hogy jaj, jön a halál. Csak az halál, az soha nem jön. De hát egyszer azért eljön. Hát nektek. Hogy ja, értem, de hogy a túlzás... Én még fiatal veszélyt. Vagyok. Jó. Tamás. Én jövök? Te jössz. Eltekertem egyen. Jaj, de jó, hogy szólt. Karácsony Gergelyre voltam felkészülve, egy várok, hogy Bianca belekezdjen, de nem, valóban én vagyok. Libri.
A Libriben csak fóliázva kapható könyveket osztogatnak egyetemisták a kormány közeli kezekbe került kereskedés egyik boltja előtt. Egész héten át tartó demonstrációjukkal nem csak a fóliázás ellen szeretnének kiállni, hanem az olvasást és a kultúrát is népszerűsítenék, ami szerintük elsősorban a Libri, másodsorban az állam felelőssége lenne. Jó, átadom nektek a szót. Először, mit gondoltok erről az akcióról, aztán majd rácsatlakozom. Én azt éreztem az első pillanatban, amikor elolvastam a cikket, hogy ez egy nagyon helyes akció. Tehát, hogy tudom, hogy nem ez fogja megváltoztatni a világot, vagy nem, bár amúgy lehet, hogy egy-egy embernek az életét így majd így tudja valamilyen irányba fordítani, de hogy egyébként ez legalább kreatív, ez legalább kedves, ez legalább őszinte, ott van pár helyes fiatal, megpróbálják népszerűsíteni a könyveket, ez egy bejelentett demonstráció. Nekem nagyon bejön. Igen, ugye arról van szó, hogy egy ízléses válaszlépés érkezett a fóliázásra, tehát nem az történt, hogy most akkor... Kordonbontás. Akár kordonbontás, vagy lefóliázzuk a... Nem mondjuk tudom, lefóliázhatnánk a parlamentet most. Azt hittem, azt mondod, hogy a kordonokat. Amúgy az se rossz. Tehát lehetett volna egy ilyen geget is csinálni, és nekem is abszolút szimpatikus, hogy most nem ez történt, hanem nem egy válaszcsapást látunk, hanem egy válaszlépést, aminek akár értelme is lehet, és tényleg azt gondolom, hogy hasonlóképpen ugye, amikor a Dúró Dóra ledarálta a Meseország mindenkié című könyvet, hogy ez is egy ilyen hype-ot csinál ezeknek az LMBTQ tartalmú könyveknek, hiszen eddig szerintem a kutyát nem érdekelt, hogy a Libriben ezeket befóliázatlanul lehet kapni, de most, hogy befóliázták, mindenkinek iszonyatosan fontosak lettek ezek a könyvek. És ez egy ilyen kontraproduktív történet ugye a Fidesz részéről, illetve azoknak a részt. Nem? Nem, erre Dúró Dóra válaszolt egyébként, nem a Fidesz részéről, hanem a Mi Hazánkból. Az ATV-n volt egy vitája Ungár Péterrel, és a műsorvezető feltette neki ugyanezt a kérdést, vagy ezt a gondolatot előadta, amit most te is, és azt mondta, hogy igen, hogyha ezt az egy könyvet nézzük, a Meseország mindenkit, akkor ez valóban úgy tűnik, mint a kontraproduktív lenne, ugyanakkor ez egy szimbolikus tett volt a részéről, hogy ledarálta, tehát ha a nagy képet nézzük, akkor viszont ha nem is megnyerte a háborút, de tett egy nagy lépést a jó irányba, ami az ő lelkiismeretük szerint a jó irány. De ez egy politikai bullshit szerintem. Hogy mondta volna Dúró Dóra, pont láttam én is ezt a vitát, hogy mondta volna Dúró Dóra, hogy jaj, hát igen, nem kellett volna ledarálni azt a könyvet, mert akkora hype-ot csináltam neki, hogy minden második gyerek kezében azt lehetett látni. Egyáltalán nem így van, ugye ő arra hivatkozott, hogy ennek hatására kezdődött el talán a gyermekvédelmi törvénynek a kidolgozása, és ez lett az eredménye, de bocsánat, azzal mit is értek el? Hát az, hogy most befóliázzák a könyveket, amivel megint egyel tovább megyünk, hogy az a megélése az LMBTQ közösségnek, vagy annak, aki kiáll az LMBTQ közösség mellett, hogy itt egy népszerűsítésre van szükség, mert ért minket egy csapás. Na és jó, de most már amúgy tovább is mennek, mert ugye a különböző könyvesboltokban, a törvény értelmében, amelyek 200 méteres körzetében van ugye templom vagy oktatási intézmény, akkor ott már nem is lehet árusítani ilyen könyveket, vagy egyébként öncélú szexualitást ábrázoló könyveket, ami egyébként, én minél többet gondolkozok valójában, pont ugyanaz, amit ugye Kaliforniában is csinálnak ugye az iskolakörzetek könyvtáraiban, tehát nem a könyvesboltokban, tehát hogy majd így szépen lassan meglátjuk, hogy tényleg eltűnnek-e, vagy nem tűnnek el a könyvesboltok polcairól ezek a könyvek, miközben egyébként tényleg egy olyan történetről vitatkozunk, és én nekem meg ez tetszik a legjobban az egészben, LMBTQ tartalmú könyv, vagy nem LMBTQ tartalmú könyv, teljesen mindegy, végre a könyvekről beszélünk. És most nem szeretnék úgy csinálni, mint hogyha ha én egyébként annyi idővel rendelkeznék, hogy minden nap két könyvet elolvasok otthon, és akkor én vagyok így a hiperértelmiségi, vagy akármi, de hogy szerintem az olvasás népszerűsítése egyébként nagyon fontos, mert kognitív képességeket fejleszt egyébként tényleg, hogyha hosszabb tartalmakat fogyasztunk, és egyébként
egyébként mindezt írott formában, hiszen akkor ugye a kreativitásunk az jobban fejlődik, mint hogyha egyébként csak leülnénk a Netflix elé tartalmat fogyasztani, és végre tényleg beszélünk könyvekről. Én nekem ez nagyon tetszik. Egyáltalán nem a könyvekről beszélünk szerintem, hanem erről a kultúrharcról. És a jobb oldal megpróbálja ezt úgy beállítani, hogy most megvédjük a fiatalokat a könyvektől. Tehát emészgessük ezt egy kicsit a könyvektől. Mint hogyha ez lenne a fókuszban. Most a könyv, értem, hogy ilyen szempontból szeretnéd látni ezt a történetet, viszont ez csak egy hordozó eszköz. Nem az a lényeg, hogy könyvön van, hanem arra van lehetőségük. Egyelőre az internetet még nem tudják befóliázni, és arra sincsen lehetőségük, hogy oly módon korlátozzák mondjuk a 18 éven aluliaknak a nem tudom, TikTok hozzáférését, vagy az Instagram hozzáférését, hogy eredményt tudjanak felmutatni. Ez az egy valamit, amit ki lehet játszani, kártya van a kezükben, hogy befóliázzuk a könyveket, és igen, majd ki fogjuk tiltani azokból a könyvesboltokból, ami 200 méteres sugarú körön belül van egy iskolához, na bum. Nekem pont az internet nem befóliázása magyarázza azt, hogy itt szó sincs a könyvekről, szó sincs LMBTQ-ról, hanem picit próbáljunk meg erről az erkölcsi irányról lejönni, és úgy értelmezni a politikust, ahogy az van, hogy ő politikai tőkét szeretne kovácsolni, minél több helyet a parlamenti patkóban, megerősíteni a saját személyes és a pártja brandjét. És ha innen nézzük, akkor Dúró Dóra esetében is azt mondhatjuk, hogy itt az LMBTQ-val lényegében egyébként semmiféle probléma nincsen, hanem ez most egy nagyon divatos termék, ami nyugatról érkezett, veszélyforrásként lehet rá hivatkozni, és talán a Mi Hazánk volt az, amely a legerélyesebben tudott ezzel szembeszállni, akár ezzel a könyvdaráló akcióval, ami politikai szempontból, politikai performance tekintetében egy nagyon sikeres akció volt. És Dúró Dórát messze menőkig nem érdekli, hogy ennek hatására 300%-kal megnőtt ennek a könyvnek egyébként az eladása, mert ő elvégezte azt a politikai tevékenységet, amivel a saját pártja, a követőtáborát megerősítette abban, hogy ez egy ideológikus alapon működő párt. Másrészt pedig szerintem még szavazókat is nyert a jobb oldalról, hogy ebbe beleállt. A kormánynak egyébként az, hogy egy ilyen akció megtörténik, az egyáltalán nem. Ja, bocsánat, befejezve még az előző gondolatmenetet. Tehát ha akarná, elkezdhetné befóliázni amúgy az internetet a Fidesz. Viszont miért akarná? Mert mondom, neki semmi dolga ezzel az egész üggyel, hanem ez most egy hullám, amit a szörfdeszkáján meglovagol. Nyugodtan beleállhatna abba, amiben egyébként az LMP állt bele, hogy a TikTokot azt szigorítani kéne, és bizonyos országokban, például Franciaországban is ezt már elkezdték, tehát ilyen nyugati felvilágosult polgári társadalmakban is már foglalkoznak ezzel a problémával. A Fidesz nem foglalkozik vele, mert nincs vele dolga. Ez az egyik. Akkor a másik témát gyorsan még ezt oda szúrnám a Netflixhez, hogy az, hogy az emberek vagy a fiatalok elkezdjenek olvasni, Én szerintem még az nincs napirenden. Tök jó, igen, de ez egy szűk elitnek a vágya, és egy szűk értelmiségi elitet fog sajnos elérni. Én már annak nagyon örülnék, ha bekapcsolnák azt a Netflixet, és megnéznének sztorikat, sorozatokat, történeteket, ahol valamit elmesélnek, van egy narratív szál, vannak karakterfejlődések. Már az mennyivel jobb lenne, mint a TikTokon 15 másodperces videókat pörgetni, vagy 10 másodperces kommenteket írni, olvasni. Már én azt gondolom, hogy lépésről lépésre haladjunk, jussunk el a Netflixig, vagy ahhoz egyáltalán a filmeket nézenek, egy-másfél órás filmeket a fiatalok, és akkor utána lehet majd a következő lépés adott esetben a könyv. Ami egyébként tök szomorú, én könyvrajongó vagyok, de én ezt látom jelenleg valóságosnak. És akkor gyorsan ide szúrnám a harmadikat, hogy a kormánynak az nagyon jót tesz egyébként, hogy erre ilyen reakciók érkeznek, mert ők tényleg egy népmesét írnak, és abban kell lenni egy gonosznak, amely valamit mindig mond ebben a történetben, valamit mindig cselekszik, és akkor arra megint lehet reagálni. Tehát amíg az ellenzék gördíti tovább ezt a történetet, a Fidesz addig írhatja a saját eposzát, a saját mitológiáját is erősítheti további új szereplőkkel és cselekményekkel,
Én ezzel nem azt mondom, hogy ne csináljon semmit az ellenzék, meg egyébként ez egy tök jó pofa akció, ezt is gyorsan hozzá kell fűznöm. De ezek egyetemisták, csak ez ne nem árt össze, a Fidesznek. Ne keverjük össze, mert szerintem ez nem ártani szeretne, és nem az ellenzék. És ez a fontos az egészben. Ez egyetem nem ártani szeretne, ez egy helyes kis akció, de egyetemisták kiülnek, egyrészt ők maguk is jól érzik magukat, másrészt egyébként meg tényleg tesznek is valamit az ellen, amiről úgy gondolják, hogy ez nem helyes, ez ennyiről szól. Én is így gondolom, ugye a Fidesz mítoszát az erősítette volna, hogyha a könyvesboltokat ellepték volna a transvestiták, vagy a drag queenek. Hát, vagy Dobreflára ül ki, és azt mondja, hogy már pedig olvassatok, nem tudom, Heartstoppert, mert... És elkezdték volna lebontani a fóliát, na az erősítette volna a Fidesz mítoszát. A Fidesz nagyon jól érzi azt, hogy e mögött egyébként egy komoly társadalmi ellenállás nincsen. Egy felmérés mondanék, az amerikai Brown Egyetem hallgatóinak 38%-a állítja, hogy nem heteroszexuális. Alig több, mint egy évtizede még csak 13% volt. Mondok egy másikat. Valójában a homoszexuálisok jelenleg kisebbségben vannak a Brown LMBTQ hallgatói körében. A nem heteroszexuális diákoknak csak 23%-a régi módi meleg és leszbikus. A maradék biszexuálisok, pánszexuálisok, aszexuálisok, kvírek. Tehát mindössze 4 év alatt 2017 és 21 között 10,5%-ról 20,8%-ra emelkedett azoknak az amerikai Z-generációknak az aránya, tagoknak az aránya, akik azt mondják, hogy nem heteroszexuálisok. Hát a Fidesz szerintem érzi azt, amit egyébként én is, hogy emögötte egy mélységes unalom is van. Nyilván van az a komponens, hogy most végre beszédtémává vált ez a dolog, megindult egy liberalizáció, egyre több jogot és nyilvánosságot kapnak az LMBTQ tagok, és ezáltal, akik korábban bizonytalanok voltak, lappangók voltak, tök mindegy, hogy fogalmazom meg, azok most a színre léphetnek. Ez is benne van, de én azt gondolom, hogy olyan drasztikus mértékben nőtt ez a fajta szám, hogy én emögött a fiatalságnak a tehetetlenségét látom. Tehát van egy kritikájuk a globalizmussal szemben, van egy kritikájuk a kapitalizmussal szemben, a fogyasztói társadalommal szemben, és nincs háború, és nincsenek ügyek, és egyszerűen a fiatalok keresnek valamit, természetüknél fogva, akarnak valamilyen irányba mozdulni. És miután az LMBTQ közösség tagjai évtizedekig, vagy évszázadokig elnyomatásban voltak. Most itt a nagy lehetőség, hasonló történik egyébként, mint a Black Lives Matter esetében, itt a nagy lehetőség, hogy valami mellé odaálljanak. És ez szüli azt, hogy a nem heteroszexualitás az bizonyos közösségekben, vagy országokban, vagy egy, tudom én, egy oktatási szinten, az már egyszerűen nem szexi. Szexi az, ha te valamilyen szexuális vagy, csak nem hetero. Ez is egyfajta kiállás, egyfajta ügykeresés. És én ezt érzem Magyarországon is, és Ungár Péter is erről beszélt, hogy egy gazdag elit diák körnek az akciója volt például a diák tüntetés. Tehát ezek a diákok keresnek valamit, amivel a rendszerrel szemben felléphetnek, és itt találnak maguknak ügyet. Mert annyira ügyes ez a fogyasztói társadalom, illetve ezek a multinacionális cégek, hogy egy ilyen preventív ellenforradalomként olyan topikokat dobálnak fel, ami az ő hatalmukat, uralmukat nem zavarja meg. Sőt, ugye a Nike, az Adidas, stb. Beállnak ilyen ügyek mellé, tehát kvázi még nagyobb rajongótáborra, még nagyobb fogyasztói csoportra tudnak szertenni azáltal, hogy a diákok nem azzal foglalkoznak, ami a valódi probléma ezen a világon, hanem ilyesmivel. Ebben igazad van, hogy ez egy figyelemelterelés a valódi problémákról, csak azt azért ne állítsuk, hogy valaki emiatt lesz nem heteroszexuális, mert ez szerintem a jobboldalnak a nagy hazugsága. Rendben, csak amit elmondtál, abból le lehet vonni nem, ezt én azt a mondom, következtetést. Hogy ez egy trend, és nagyon sokan vannak így, hogy szolidaritásból, társadalmi harcból vallják ezt, és állnak emellé.
De szó sincs arról, és ez ugyanaz, mint a MeToo esetében, tudjátok, hogy jönnek a hamis, a kamuzó szexuálisan bántalmazott nők, miközben akiket valóban ért valamiféle sérelem, azoknak az ügye ezáltal elsikkad, hogy mindenki csak így megrántja a vállát. Nem ez, nem ez, hanem tehát, hogy egyrészt ez, tehát, hogy inkább arról van szó, hogy akik mellé akarnak állni, egyrészt mellé állnak, valahogyan azt mondják, hogy nem hetero vagyok, de másrészt van már, nem tudom, 40 akárhányféle szexuális orientáció, amiből csak mondok egyet, heteroflexibilis, tehát vallhatod magad heteroflexibilisnek, ami már ugye nem a heterót jelenti, ami jelentheti számodra azt is, hogy én megláttam egy saját neműt az utcán, tök jól nézett ki, egy kicsit bejött, és akkor így inkább már ebbe sorolom magam. Tehát nem arról van szó, hogy ettől mindenki csak hirtelen... aki meg szenved emiatt, akinek az élete múlik rajta, meg a szellemi jóléte, az meg ilyenkor joggal üti az asztalt, persze, hogy basszus, mi folyik itt? Persze. Hétvégén szinte percenként lehetett helikoptert látni Budapest felett, a jelenség oka a Hungaroring volt, vagyis a Hungaroringen megrendezett magyar nagydíj. És hát az történt, hogy helikopterrel siettek a Forma 1-es eseményre, és Karácsony Gergely azt írta a Facebook oldalán, hogy mindent megtesz, hogy jövőre ne kelljen az egész városnak a helikoptertaxi zaját hallgatnia. Egy mondatot szeretnék hozzáfűzni, Tarlós idejében ilyen nem volt. Ilyen, akkor ezt most fejezzük is be, itt rendben vagyunk, tehát... Lehet, hogy ilyen nem volt, de abszolút tök jó, hogy... Helikopterek se voltak még egyébként Tarlós idejében, futtammal. Tök jó, hogy Tarlóst említetted, mert nekem is ő jutott eszembe, viszont egy egészen másokból kifolyólag ez a... Bejön neked. Ez a házmesterkedés attitűd, amit most itt Karácsony Gergely tanúsít itt az egy hétvégén történő helikoptertaxis zajszennyezéssel kapcsolatban, és nem csak zajszennyezéssel kapcsolatban, teljesen az triggerelődött be nálam, hogy amikor Tarlós játszotta a házmestert, ő a Sziget Fesztivál ellen lépett fel hasonló módon, hogy ez tarthatatlan, így nem lehet élni, az óbudaiak megsüketülnek, nem tudnak aludni, és ezek ugye egy-egy hétvégén, egy-egy hétig tartó rendezvények, és ugyanezt a házmester attitűdöt vélem felfedezni most Karácsony Gergelynél, és ez nekem egy picit furcsa, amikor az elődömnek az attitűdjét próbálom felvenni, és abból kovácsolni politikai előnyt, csak azért, hogy a budapestiek majd a lábam előtt heverjenek, mert én megvédem őket a helikoptertaxinak a zajától, holott ha Karácsony Gergelyt valóban a Budapestnek a zaj és szmog szennyezése zavarná, akkor nem az évente egyszer előforduló helikopterforgalomra fókuszálna, hanem mondjuk a mindennap fennálló gépjárműforgalomra és a dugókra, amit ez okoz. Tehát nagyon-nagyon sok helyen be lehetne avatkozni azért, hogy a zajszennyezést, a légszennyezést redukáljuk, de így körülbelül ez az utolsó, aminek eszembe jut. Én nagyon meg vagyok döbbenve azon, amit mondasz, de amúgy teljes mértékben értem is, hogy ennél egyébként sokkal többet kell tenni, de hogy azt gondoltam, hogy közben lesz egy olyan kritikát, hogy egyébként tényleg miért ülnek helikopterbe ezek az emberek, mert hogy ez viszonylag szennyezőbb, mint hogyha mondjuk dugóban állni, talán nem tudom, hogy mennyivel szennyezőbb ez a történet, de abban szerintem egy kicsit igazad van, és itt megint az üzenet csomagolást érzem, hogy ugye itt akar egy zöld üzenetet átadni, meg mellette egyébként akar egy olyat is átadni, hogy persze én meghallgatlak titeket, budapestieket, ti jeleztétek nekem, hogy ez nagyon-nagyon zavar titeket, és ezért egyrészt, másrészt azért, mert a busz meg a tömegközlekedés meg amúgy minden a sokkal zöldebb, ezért majd ezt a Hungaroringes helikopter taxit ki fogjuk innen vezetni. Tehát, hogy én azt érzem, hogy tök igaz az a kritika, amit mondasz, de hogy ez megint egyfajta ilyen üzenetcsomagolás, ami talán nem jól jött ki. De annyira már nem bevállalós, hogy azt mondja, hogy magát a Forma 1-et takarítsuk el Magyarországról, mert hogyha a helikopterek nagyon-nagyon környezetszennyezőek, akkor maga a Forma 1, mint sport, annak az idehozatala, illetve magának a rendezvénynek a lebonyolítása. Mert semmi nem elég, Bianca. De nem vicceltem. Tehát
Értem a zöld üzenetet, csak tényleg a Forma 1 kapcsán arra rácsavarodni, hogy hát a helikopter forgalom milyen környezetszennyező, tényleg egyszerűen nem találok szavakat. Annyira súlytalan ez a Karácsony Gergely, és talán ennek köszönheti egyébként a sikerét. Hát aki ugye Taylor Swiftnek ír, akkor az atlétikai világbajnokság kapcsán ugyanezt elkövette, hogy akkor ha ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor nem lesz atlétikai világbajnokság, aztán nem teljesültek feltételek, és odáig jutott el, hogy jó, akkor nem megyek el a megnyitóra. Hát tudom, hogy hárommal kevesebb kaviáros szendvics fog elfogyni. Ki a francot érdekel, hogy Karácsony Gergely odatolja-e a képét egyébként egy atlétikai világbajnokság bármely napjára. És akkor most ez a nagy mondása. Ezzel próbál zsarolni, vagy nem is tudom mit csinálni, hogy akkor én most nem fogok oda menni. Egy ilyen hideg távolság maradás, hogy a főpolgármester nem lesz ott. És akkor tényleg itt van ez az ügy, és te azt várod tőle, hogy egyszer legyen valami kemény beleállása, miközben mit tudom én, a politikai programjának a háromnegyedét nem teljesítette, amivel annó ő lett a főpolgármester. Hogy majd a Forma 1-et. Pontosan tudja, hogy mekkora számban látogatják magyarok ezt a Formula 1-et, pontosan tudja, hogy külföldiek, és hogy ez mennyi bevételt hoz a térségnek adókban, és ott a különböző üzleteknek. Ez bőségesen, azt nem mondom, hogy nagyobb Karácsonynál, bár lehet, hogy igen, a Forma 1, de hát ebbe hogy is tenyerelhetne bele? És akkor bemond egy ilyet, aminek se füle, se farka, hogy majd egyeztetek a szervezőkkel, és akkor egyeztetni fog velük, hogy hát tényleg szükség van erre, ne haragudj, kellenek ezek a helikopterek? Azt fogja mondani majd a Hungaroring ZRT vezérigazgatója, kell. Ja jó, én csak megkérdeztem, bocs. Igen, amúgy így fogalmaz, hogy ő mindent megtesz annak érdekében, hogy jövőre ne kelljen ezt hallgatni Budapest felett, de tök félreértette, hogyha azt vártad, hogy az, vagy hogyha úgy értetted, hogy én nem azt szeretném, hogy Karácsony Gergely amellett álljon ki, hogy szüntessük meg a Forma 1-et, csak ha azt mondja, hogy ha ő környezetvédelmi okokra hivatkozik részben, akkor legyen következetes, ezt viszont meg jó. Úgy gondolom, hogy elvárhatom. Most egyébként hát itt egy mondat jelenjen meg, csak így a politikai logika tekintetében ezt azért jegyezzük meg, hogy ugye az van, tudjuk, hogy Budapest csőd közeli állapotban van. Tudjuk azt, hogy jelenleg... Igen. Hát legalábbis ezt én visszakerestem, az elmúlt másfél évben ötször mondták be, hogy na akkor most jön a csőd, mint a világ vége. Egyébként szerintem, tehát hogy az problémás, hogy folyamatosan volt egy ilyen riogatás, ezzel tök egyetértek, de hogy most amennyire a hírekből lehet látni, tényleg probléma van. Uha, a hírekből? A hírekből. Lehozta a 444? Atya világ. Végigmondhatom. Akkor ez egyébként igaz lesz? A nem, mondatomat? Bocs, igazad van. Jó, tehát a lényeg az, hogy azt viszont tudjuk, hogy tényleg kevés pénze van a fővárosnak, és azt is tudjuk, hogy gyakorlatilag már kampányolnia kéne, hiszen már nagyjából kampányidőszak van a következő önkormányzati választásokhoz. Nyilván ilyenkor kedves polgármesterek előveszik azokat az utakat, amiket régen be kellett volna kátyúzni, egy-két ilyen felújítást megígérnek, bemutatnak egy-kettőt, amit már megcsinálnak. Korai, a választásokig tönkre jó, megy. Jó, értem, de hogy nem csak értitek, tehát az a lényeg, hogy ebben az időszakban már azzal kellene kampányolni, hogy ezt csináltam meg, ezt a beruházást hoztam ide, ezzel tudtam végezni, stb. Na most azt látjuk, hogy ilyen pénzügyi keretek nem nagyon vannak erre, és ilyenkor jönnek ezek a fajta ilyen kampánytechnikai eszközök, hogy írunk Taylor Swiftnek, mert ez sok mindenkihez el fog jutni. Vagy írunk a Hungaroringről, mert ez egyébként el fog jutni azokhoz az idősebb polgártársakhoz, akik úgy felnéztek az égre, és azt mondták, hogy úristen, én ezt most tényleg miért kell, stb. Tehát, hogy kampányban vagyunk, és nincs más eszköz, és persze. Ennyi történik. Ez csak ide el akartam mondani. És ezek a kampányígéretek. Atyaig. Ungár Péter éles kritikát fogalmazott meg a Momentummal szemben, azt állítja, a pedagógusok bértüntetéseinek kerékkötője volt a párt, ugyanis azt egy ellenzéki selfie demonstrációval züllesztette. Úgy véli, az LMP-nek igaza volt, amikor ellenezte az ügyek összemosását, igaza volt, amikor nem telepedett rá a tüntetésre, és nem vett abban tevékenyen részt, hogy a pedagógusok bérharcát is az ellenzéki közeg önmagára vonatkoztassa és arról nyávogjon. Nekem még mielőtt átadnám a szót, egyetlen egy kritikám Ungár Péterrel van, ami belőlem ki kell, hogy jöjjön azonnal. Nem hetero.
Mondd ki! Most egy kicsit megakasztottál, de nem, egyáltalán nem ez a probléma. Az a probléma, hogy azt állítja, hogy a pedagógusok bérharcát. Tehát, hogy mindaz, amiért a pedagógusok kiálltak, amire eddig azt mondtuk, hogy a Fidesz kormány szándékosan megpróbálja abba az irányba tolni, hogy itt csak és kizárólag a fizetésekről van szó. Nem arról van szó, hogy az iskola rendszer romokban van. Nem arról van szó, hogy gyakorlatilag túlterheltek a pedagógusok, hogy szakember hiány van, hogy a kerettanterv nem feltétlenül jó, hogy a gyerekek nem kapják meg azt a szintű és színvonalú oktatást, amivel a későbbiekben majd valóban boldogulni fognak az életben, hogyha a Fidesz-szel kapcsolatban meg tudjuk fogalmazni azt a kritikát, hogy ne egyszerűsítse le ennyire a pedagógusok üzenetét, akkor nekem most ezt ki kellett mondanom, hogy Ungár Péter se egyszerűsítse le ennyire ezt a tüntetést, vagy bérharcra. Azt gondolom, hogy ez egy megfogalmazásbeli kérdés. Részben igazad van, de hogyha a pedagógusok ügyét vizsgáljuk, akkor viszont tételesen igaza volt abban, amit elmondott, hogy egy fókusz el lett víve onnan, és az, hogy a Fidesz nagyon következetesen kommunikálta azt, hogy ez egy bérkérdés, kizárólag, még ők sem mondták, hogy kizárólag egy bérkérdés, csak egészen máshonnan közelítették meg ugye a státusztörvénnyel kapcsolatban. De az elején egyébként az volt, hogy olyan nyilatkozatok hangzottak el, hogy egyébként a pedagógusok hivatástudatból végzik el a munkát, nem azért, mert ilyen és olyan fizetést kapnak, azt elismerjük, hogy jelenleg alacsonyak a bérek, de majd ezen dolgozunk, de a Fidesz kommunikáció egyébként nagyon következetesen tolta ebbe az irányba. Jó, amikor a Novák Katalin meg megszólalt azzal kapcsolatban, hogy aláírta a státusztörvényt, ő kifejezetten úgy hivatkozott rá, egyrészt az, hogy ez már nem az a törvény, és hogy ez az a törvény, ami előkészíti a pedagógusok béremelését egyrészt, és hogy lehetőséget nyújt arra, hogy a pedagógusi pálya, az egy vonzó pályává váljon a jövőbe. Tehát valamilyen picit burkoltan ők is megemlítették, ezt világos, hogy a fókusz nem erre helyezték, de mi sem menjünk el a fókusztól, mert nem erről van szó szerintem. Az, hogy Ungár Péter most jól fogalmazta meg ezt a kérdéskört, vagy nem, lehet, hogy úgy kellett volna említeni, hogy a pedagógusok ügye, mondjuk azt, hogy igazad van. De ettől függetlenül szerintem, amit mondott, ez nagyon-nagyon valós és átélhető. Az, hogy volt egy, tényleg egy húsba vágó probléma, vagyis van, és hogy ezt most a Momentumnak a számlájára írjuk kizárólag, vagy nem, az egy másik kérdés, de tényleg egy olyan fókusztévesztés történt ezzel az üggyel kapcsolatban, amit gyakorlatilag megbocsáthatatlan. És Ungár Péter erre próbál szerintem rá világítani, hogy ez a Gyurcsány Ferenc féle mondás, hogy ne az ügyekkel foglalkozzunk, az nem annyira fontos, hanem hogy vesszen Orbán. És gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy a kordonbontás, illetve egyéb ilyen performanszok, amiket ugye például a Momentum is tolt, nagy mértékben elidegenítették az embereket egy valóban fontos ügytől. Ungernak szerintem is igaza van, messze menőkig, és olyan dolgokra világít rá, amivel nagyon keveset foglalkozunk itt Magyarországon, illetve egyáltalán az ellenzéki térben. Az, hogy ez a fajta irányváltása, új kommunikációja, hogy nem O1G-zik, hanem megpróbál valamelyes középre helyezkedni, adott esetben elmondja egyébként a rendszer pozitív hozadékát is, de olyan módon marad kritikusa a NER-nek, hogy ügyekbe kapaszkodik, és akkor azokon keresztül próbálja elmondani, hogy itt valami nem működik ebben az országban. Tehát egyszer lehet a történelmi tanulság, hogy ő ezt az irányt vette. Hogy látja azt, hogy most már nem tudom hány kétharmad volt, mindig ugyanazt csinálta az ellenzék Gyurcsány irányításával, O1G, 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 Orbán veszen, Orbán veszen, Orbán veszen, és egyszerűen nem tud bázist építeni az ellenzék, és ebből csak újabb kétharmadok születnek. Tehát valami új erőt, valami centrumot kellene kiépíteni, amin ugye korábban például Schiffer András is dolgozott a háttérben, a 21. század intézetnél Vona Gábor például így tesz, és akkor még mondhatnánk néhány megmondó influencert, hogy kiépíteni valami új erőt, amely aztán
elősegítheti a NER lebontását, mert az tény, hogy a NER-nek jelenleg egy háztáji ellenzéke van, és nagyon hasznos a NER-nek az az ellenzéki tevékenység, az az O1-gézés, amit ők elvégeznek. Tehát ezek folyamatosan kétharmadokat hoznak, és a Momentumnál pedig erre folyamatosan rácsodálkoznak. Annál a Momentumnál, amely ugye meg tudta hekkelni a budapesti olimpiát, fiatalokból áll, még mindig fiatalok azok, akik akkor elkezdték, és számomra tök furcsa, hogy ez a progresszív mozgalom, amely aztán ugye párttá alakult, hogy ez áll bele abba a DK-s narratívába, ami tőlük eleinte teljesen távol állt. Ők voltak azok, akik ügyek mentén indultak el. Mi lett velük? Miért ezt a taktikát kezdték el alkalmazni? Fogalmam sincs, de nekem van egy olyan érzésem, hogy mint a Gyurcsány Ferenctől kezdenének el ellesni bizonyos kommunikációs paneleket. Aztán ugye ott van a kényszer is, hogy a mostani ellenzéki palettán az LMP az folyamatosan fogy, nem egy komolyan vehető erő. A DK és a Momentum is beelőzi. Ha ők a következő választásokkor parlamentbe akarnak különállóan kerülni, akkor nekik valamit nagyon nagyot kell villantaniuk. Tehát én azt érzem, hogy a szent szükségszerűség, a kényszer az, amely olyan pályára is viszi Ungár Péteréket, hogy valami egészen más alternatívát nyújtsanak, ügyekbe kapaszkodjanak. Az más kérdés, hogy most ez szimpatikus-e valakinek, vagy nem. Számomra egyébként szimpatikus, mint amit a Mi Hazánk is csinál, az is számomra szimpatikus, miközben egyébként a pártnak az ideológiájával és egyéb alapjaival, és magának a politikusokkal sem igazán szimpatizálok, de az a fajta működés, amit ők csinálnak, szerintem az bejövős. A Mi Hazánk is erre alapozva folyamatosan tudja a bázisát építeni, és egyre komolyabban vehető erővé alakul, és szerintem az LMP is valami hasonló úton szeretne megjelenni majd a mostani politikai térben. Nagyon sok minden hangzott el, és próbálok mindenre reflektálni. Alapvetően ugye van egy olyan probléma, hogy itt ugye a Momentumnak ez a selfie demonstráció, meg hogy miért kell összemosni ugye a pedagógus tüntetést a kordonbontással. Megvallom őszintén, alapvetően én se feltétlenül gondolom, hogy egy kordonbontással kell egy pedagógus demonstrációnak véget érnie, mert ugye az a vége után mentek oda a diákok, és aztán ebből lettek hírek. Azért lássuk be azt ez is. Kezdete volt az annak egésznek, és senkinek... De addigra már a Momentum ugye többször kordont bontott. Amivel folytatni szeretném, az, hogy van egy olyan probléma ebben a történetben, hogy a pedagógusoknak a célkitűzései, a pedagógusoknak az egyébként fáradhatatlan, és tényleg respektálandó, mert szerintem még ilyen hosszú ideig ügyet nem húztak ki Magyarországon senki, mégis média szinten teljes mértékben ellaposodott. Nem érdekel senkit. Nem állnak be mellé emberek. A tüntetéseken egyre kevesebben vannak. Ők sem álltak bele. És bocs, itt ezen a ponton én Ungárról nem értek egyet, hogy a Momentum miatt ment volna félre egyébként ez a státusztörvény tüntetés, meg a bérrendezésnek a kiharcolása, hanem ez önmagában már megosztotta egyébként a pedagógus társadalmat, és nem tudtak olyan számban az ügy mellé állni, nem mertek annyian kockáztatni, hogy ennek valós eredménye lehetett volna. De nem csak volna a pedagógusok, tehát hogy itt nem csak pedagógusokról van szó, tehát az iskola gyakorlatilag érint nagyon sok mindenkit, tehát érinti a szülőket, érinti a gyerekeket, érinti a szülőknek a munkaadóit, gyakorlatilag az országnak szerintem, tehát a felnőtt lakosságának minimum a 3/4-ének érdeke az, hogy az iskola rendszer működjön, vagy azért, mert már benne van a gyereke, vagy azért, mert munkát ad valakinek, akinek van gyereke, vagy azért, mert tervezi a jövőben, hogy lesz gyereke, és hogy vele valami történjen. És gyakorlatilag azt látjuk, hogy morzsolódik az ügy, nem történik semmi. És ebben az adott időpillanatban volt egy olyan, ahol ez a kettő összeért. És akkor visszatérve a Momentumra, hogy miért ilyen ügyekkel próbálnak bekerülni a nyilvánosságba. Azért itt is lássuk be azt a történetet, hogy például egyszerre voltak ezek a kordonbontási akciók, mint az EGRI elkerülő útnak a
gyakorlatilag végül ugye nem valósították meg, és azt pártnak a helyi szervezete tudta gyakorlatilag kiharcolni. Na most ez országos szinten senkit nem jelent. Szerintem milyen ügyekkel kell egyébként valóban menni, és igen, lokálisan, igen, meg kell mutatnunk, hogy erőt tudunk képezni, hogy tudunk az életetekre jó hatással lenni. Tök nyilvánvaló, hogy ezzel kellene, nem tudom, tovább menni. Nyilván ez viszont elképesztő erőforrásokat igényel, ami valószínűleg ennek a pici pártnak nincsen, és akkor itt jön megint a média, amit szerintem ebben az adásban nagyon sokszor emlegettem, hogy az megint csak ott tartunk, hogy csak azokat a híreket hozza le, amik már igazán érdekesek, Hatházinak kifolyt egy csepp vér a fején, és félreáll már a szemüvege a rendőri erőszaktól, a pedagógus tüntetések megint akkor lesznek érdekesek, amikor diákokat fújnak arcba könnygázzal, mert akkor lehet szegény diákoknak a történeteit bemutatni, közelebb hozni, és mindenkit sajnálni. Tehát, hogy én valahol értem az Unger Péternek a kritikáját, valahol megértem, csak bontsuk ki az egészet nagyba, és akkor már nem azt látjuk, hogy itt a Momentum rátelepedik egy ügyre, hanem azt látjuk, hogy itt van csomó fajta probléma, aminek az összessége az lesz, hogy a diákok egy kordonbontással jutnak megint szóhoz. De megint nem a diákokról van szó. Igen. A diákok egyszer elbontották a kordont, a Momentum meg atyaég, azt se tudom hányszor, mert szerintem egy kezemen nem tudom megszámolni. És ez egy, amit a médiával kapcsolatban leírtál, hogy milyen hírek jelennek meg, mi okoz kattintást, ebben igazad van. Viszont az a politikai pártnak a felelőssége, hogy ő befekszik-e ennek, és azt mondja, hogy nekem az a célom, hogy hetente háromszor a Telexnek a fő címébe kerüljek, meg a 444-nek, vagy azt mondja, hogy engem a helyi ügyek érdekelnek, az ügyek érdekelnek, és az ügyek mentén szeretnék kialakítani egy olyan szavazótábort, ami majd egy olyan biztos pozíciót fog nekem jelenteni, ami majd szavazatot jelent. Nem vitatkozva azzal, hogy egyébként ennek így kéne működnie, csak hogy lássuk a realitásokat, ahhoz, hogy ez így történjen, ahhoz mindenhol helyi alapszervezet kell, ami emberi erőforrásokat igényel, ami egyébként nyilván az elmúlt nem csak 13 évben, hanem látjuk évtizedek óta itt csökken az embereknek a politikai aktivitása, de jelenleg már tényleg valahol ott a béka feneke alatt vagyunk. Tehát nem vitatkozva azzal, hogy ennek normális esetben így kéne működnie. Szűkös erőforrások tekintetében viszont az is érthető, hogy valaki miért akar a médiában mindig megjelenni, és akkor viszont visszajutok oda, hogy én azt gondolom, hogy Unger Péter ezekkel a mostanában megjelenő nagyon éles kinyilatkoztatásaival, mind az LMBTQ ügyben, mind a Momentummal kapcsolatban, mind amikor bármelyik pártot szidja, mind amikor a tüntetésekről és demonstrációkról szól, egy picit ugyanezt a taktikát választja. Mondok egy erőset, bekerülök a médiába, látható lesz a saját pártom, látható lesz a saját arcom. És ez szerinted párhuzamba hozható azzal, hogy mondok egy erőset, adott esetben tényleg irányítottan, hogy ez média hír legyen, mint az, hogy fogok egy tényleg nagyon nemes ügyet, és gyakorlatilag lerángatom a sárba azért, hogy nekem média megjelenésem de legyen. De a Momentum nem azért kezdett kordon bontani. Akkor miért kezd? Akkor mondd el nekem, hogy miért kezdett. A Momentumnak egyébként alapvetően volt azt hiszem 5 pontja, ami ilyen demokrácia alapú történet volt, és nem úgy kezdődött a történet, hogy ők kimentek, hogy akkor a pedagógusok miatt lebontjuk a kordont, mert semmi köze nem volt a két ügynek egymáshoz. De nem mond nekem, hanem... hogy nem volt a két ügynek köze egymáshoz, amikor volt egy organikus tüntetés, amikor felmentek a Karmelitához, és a diákok elkezdték szétszedni a kordonokat, majd 3 napra rá a Momentum is megjelent, és elkezdték szétszedni a de kordonokat. De nem így történt. De nem mond, hogy de az időben nem így történt. Tehát időben úgy történt, hogy a Momentum elkezdett egy ilyen konzekvens, ám bár amúgy simán kritizálható politikai kiállást, amiben ők kimentek, azt mondták, hogy mi le akarjuk bontani a kordont, nekünk van 5 pontunk, amit szeretnénk bejuttatni a Karmelitába, majd egyébként, amikor, ahogyan mondtad, talán egy kezeden se tudod megszámolni, hogy hányszor bontották a kordont, talán a másodiknál vagy a harmadiknál fogalmam sincsen, ez egy időbe esett egy pedagógus tüntetéssel, ahol a Pankotai Lili azt mondta, hogy éppen kordont bontanak a várba, úgyhogy menjünk oda, és itt ért
kavart össze a két szál. Nem a Momentum kezdte úgy, és hogy utána, ezután nem volt kordonbontás a Momentum részéről. De ők alapvetően pártként elkezdtek valamit, ami nem az utcai politizálás. Akarta, ami utcai nem politizálás. Ezt akarta. Ez az utca az ő kártyájuk. Tehát ők ezt próbálják kijátszani, az LMP is kényszerpályán van, ők más próbálnak kijátszani. Ez a nagy különbség egyébként a DK és a Momentum között, hogy a Momentum az utcáról próbálja megnyerni a szavazókat. Csak a diákokra reagálnak, mert ez már többször elhangzott. Ezt Ungár Péter is elmondta, és ezzel mélységesen egyetértek, hogy ez sajnos a diákoknak egy nagyon kicsi szelete. Ezek az elit gimnáziumokból érkezett diákok voltak, akik kordont bontottak, és nekem meggyőződésem az, és ez jött le egy-két nyilatkozatból is, hogy nekik nem a tanárok bérének rendezése a legfontosabb, nem emiatt kezdtek el kordont bontani, hanem ők alapvetően ellenzéki beállítottságú, rendszerellenes diákok, és az, hogy át lett politizálva ez az egész ügy, az egyébként a diákoknak is köszönhető, meg különben is már át volt ez politizálva úgy, ahogy volt, tehát a Momentumot én ebben a témában felmenteném, bár Ungár nem nagyon bántotta őket, nem úgy Kele János elnökségi tag a Momentumtól, aki ugye azt mondta Ungárról, hogy Ungáréknál igazából nincsen baj a rendszerrel, ők értik, mire megy ki itt a játék, megtalálták benne a helyüket, és ennek megfelelően viselkednek. Na, itt pontosan látszik, hogy az ellenzéki térfélen milyen harcok vannak itt a százalékokért, szavazatokért. A Momentum most megpróbálja leszalámizni az LMP-t, tökéletesen leválnak egymásról, és akkor innentől kezdve a Momentumnak már csak egy versenytársa lesz a DK. Nem feltétlenül az LMP-t. Nekem a legnagyobb problémám, és akkor itt most menjünk el a tüntetésektől. Valójában a választások után ugye az összes ellenzéki párt deklarált, hogy megpróbáltuk, közösen nem ment. Tehát most ugye mindenki járja az egyéni útját, nem tudjuk, hogy ebből mi lesz majd 24-ben, hogy lesz-e majd valami fajta összefogás, vagy nem lesz, vagy lesznek kisebb összefogások, vagy nem lesznek. Jelenleg mindegyik ellenzéki párt megpróbál erőt mutatni, és azt mutatni, hogy én vagyok a legjobb választás. Amivel probléma van, és ahova vissza tudok kanyarodni, Bianca, amit te mondtál, hogy valóban ezt úgy lehetne jól csinálni, hogy nem az ellenzéki térfélen belül meglévő szavazótábort próbáljuk szalámizni, hanem megpróbálunk egyébként megszólítani olyan embereket, akik eddig talán nem akartak részt venni a politikába, vagy nem akartak eddig ránk szavazni. Ezeket nyilván helyi ügyekkel lehetne csinálni, csak hát igen, ahhoz megszűkösek az erőforrások. Maradt még időnk Orbánra TikTokra? Egy pár percünk azért. Jó, egy pár percünk. Ugye Orbán Viktor fellépett a TikTokra, megjelentetett már videót, talán kettőt is, és ebben kérdésekre válaszol, fiatalok kérdéseire válaszol, viccesen, humorosan, kinek milyen humor szintje, szerintem egyébként nem voltak rosszak, tehát egész fiatalos volt, jól lett ez megírva. Jobb volt ez, mint a gyereknapi videó, azt hiszem. Az biztos. Ami miatt én behoztam ezt a témát, az az, hogy amint ez a hír kijött, több ellenzéki ismerősöm, meg ugye unblock azt mondhatom, hogy az ellenzéki térfélen a legtöbb megmondó ember rögtön elkezdett kínázni, hogy na, most jön a Kínával való összefonódás, a kommunista párt kiszolgálása, és akkor finoman próbáltam nekik elmagyarázni, hogy figyuka. Az ellenzéki pártok fönt vannak, vagy fönn voltak már Orbán előtt a TikTokon. Csekatkának, Donátonának, nekik még ilyen privát TikTok fiókjuk is van, és folyamatosan tolják fel oda. Akkor érdekes módon nem TikTokoztatok. A másik pedig a kettővel való összefüggés, illetve behoznám akkor ide a Facebookot. Ugye adatlopásban Zuckerbergék már bizonyította a sárosak, politikai erőknek adták át a felületet, és algoritmussal segítették meg őket. Másokat ugyanígy eltüntettek, ilyen ugye a szólásszabadság. Akkor orbaszárba tiltanak csupán iróniáért bizonyos embereket, mert ha valakit mondjuk random felnyomnak páran, akkor indok nélkül azonnal törlés jön. Akkor a szilíciumvölgyi adatcentralizációban az egyik legbűnösebb cég maga a Facebook és Mark Zuckerberg, akkor a tudatos tudatmanipulálásnak is nagymesterei, erről dokumentumfilm is született, de mindenki kussol, sőt használja tovább. De most jön Orbán, fellép a TikTokra, és akkor jaj, jaj Kína, Kína csahos kutyája Orbán Viktor, hogy merészeli, meg tiltsuk a TikTokot, jaj, jaj, mint az LMP basszus. Korlátozzuk a TikTokot. Facebookkal meg semmi gond, ha-hó.
Mi van, hogyha mind a kettővel van gond? Amúgy tűnik, ez engem meglepett, hogy azt mondtad, hogy az ismerősi körödben ez volt a narratíva, hogy akkor most adja el ebben a pillanatban magát Orbán Viktor a kínai kommunista pártnak. És én nem is hallottam ilyet, meg a mostal is van problémát. Igen, én tényleg csak boldog azt... Boldog világban éltek. Én tényleg csak azt várom, hogy Orbán Viktor a kérdezfelelek videó után elkezdjen ilyen TikTok trendeket felvenni, táncoljon, tátogjon, csodálatos lesz. Szerintem a táncolást ezt ne várt tőle, mert azt ugye már valaki megcsinálta a pár évvel ezelőtt, és ezt nem lehet ugye lenyúlni, se megújítani, se felülmúlni. Tehát ugye itt nyilvánvalóan Gyurcsány Ferencről beszélünk, uh-huh. Úgyhogy az ki fog maradni valószínűleg a repertoárból, de ugye a TikTokon eddig is jelen volt a nem feltétlenül az Orbán is egyébként hónapok óta jelen van a TikTokon, de egyébként vannak Fidesz tagok, akik aktívan politizálnak a TikTokon, sőt egyébként a választásokkor a csodálatos, és itt most előre jelzem majd a következő témát, a piros lett a paradicsom, is TikTok trendé tudott válni. És ha már úgy zártam az előzőt, hogy piros lett a paradicsom, akkor kezdjünk is ezzel. Szerintem most már másfél hete tartjuk a hallgatóinkat lázba azzal, hogy folytatásos történetben Tamással egymásnak ugorhassunk a balkon paradicsom termesztés szépségeiről, vagy arról, hogy ez miért nem tetszik. Egyébként engem kifejezetten érdekel, mert amikor ez szóba jött ugye egy ilyen másfél mondatban, akkor nagyon megdöbbentett az a véleményed, hogy azt mondtad, hogy ez egy teljes ilyen, nem tudom, hogy fogalmaztál, és nem akarok rád verni olyan szavakat, amiket nem mondtál, tehát, hogy negatív színben tüntetted fel azt a fajta hobbit, hogy valaki egy balkonon, egy erkélyen, akár ehető növényeket, de itt most konkrétan a paradicsomról volt szó, termeszt, és engem érdekel, hogy ez téged miért zavar. Igen, hosszú moraj és időhúzó jellegű fújtatások. Engem alapvetően az, hogy a szabad idejében ki mit csinál a négy fal között. De ugye ez nem a négy fal között van, hanem kint van a balkonon. Igen, tehát nyilván nem zavar. Ha valaki ezt akarja csinálni, természetesen csinálja. Én egyfajta félremagyarázást, szereptévesztést érzek ebben a témakörben. Lehet, hogy azért, mert olyan emberekkel beszélgettem erről, akik valami világmegváltó missziót tulajdonítanak ennek, hogy, és akkor erről már beszéltünk, hogy ugye csökkentik, vagy kisebbé teszik az ökológiai lábnyomukat, kedveznek a földnek, önellátóvá válnak, stb. Miközben számomra ez mondjuk nem különbözik attól, hogy valaki mondjuk kutyát tart. Én nem tartok állatot. Mondjuk ezért itt szeretnék közbevágni, hogy reméljük, hogy a hallgatók nem fogyasztják el a saját kis állatukat. A végén. Igen, hát a szeretetet fogyasztják el, és építik a szívükbe, lelkükbe. Tehát ez egy olyan típusú hobbi, ami nem arról szól, hogy neked paradicsomod legyen, mert jó esetben egy 6-7-et, nem tudom 8-at, majd te megmondod, hogy milyen mennyiségeket lehet levenni, de ugye rengeteg időt spórolva, rengeteg vesződtséget szőnyeg alá söpörve, de te lemész a boltba és megvásárolod ezeket a paradicsomokat, de pontosan tudom, hogy ennek a kérdésnek azért több dimenziója van. Benne van az is, hogy hát azok a paradicsomok ott a multinacionális cégnél, ahova lemész a szupermarketben, az már tele van szteroidozva, abban olyan tartósítószerek vannak, azt nem érlelte olyan mértékben a nap, hanem gépekkel, és akkor még sorolhatnám, tehát vannak ezek a nézőpontok, és akkor emiatt az én paradicsomom sokkal finomabb. Meg ugye van az is, hogy hát azáltal olyan drágák a paradicsomok, mert hogy sokan vásárolják ezeket, és akkor ide szúrnék egy hírt. Ezzel kapcsolatban Indiában Pratibha Shukla, remélem jól mondtam a nevét, ő ilyen családpolitikai államtitkár, nem tudom pontosan, nem is ez a lényeg, azt mondta, hogy az emelkedő árak miatt hagyják abba a paradicsomfogyasztást az emberek, és azt tanácsolta, hogy ültessenek paradicsomot otthon. Tehát mintha csak te mondtad volna, nyilván te nem így gondolkozol, de azzal a részével egyetértesz talán, hogy ültessenek otthon paradicsomot. Tehát én a köré épített ideológiával nem értek egyet, mintha valaki azt mondaná mondjuk a
kutyatartásra, hogy azáltal az egész világ, tudom én, boldogabb lesz, mert hogy neki akkor jobb, mert van kutyája, van, aki megnyalogassa a kezét, és akkor mindenki, tudom én, megvilágosodik ezáltal. Tehát, hogy olyan mértékű már a túlzás és félreértés ebben a témakörben, hogy nálam inkább ez csapta ki a biztosítékot, de hogy valaki úgy hobbiból szeretget egy növényt, azon látja a folyamatot, ahogy megjelenik a kis paradicsom, először zöld, aztán szépen bepirosodik, az a természet körforgásáról, az élet fejlődéséről is egy nagyon helyes kis motívum, amit úgy nap mint nap átélhet, de ez tényleg nem szól másról, mint hogy te megsimogatod a kutyádat. De a tömegfogyasztást azért ez nem pótolhatja, azt gondolom. Én nagyon kíváncsi vagyok a te ismerősi körödre, Tamás. Jó, most már én is. Mert a Orbán Viktor tiktokozása után, és most, hogy valaki... Neveket mondok akkor. Kifejezetten és címeket. Kifejezetten az erkélyen termelt paradicsomra valaki úgy hivatkozzon, hogy ő ezzel menti meg a bolygót. Hát én őszintén én ilyet... De ez nem ugyanaz, mint a szelektív személygyűjtés, tudod, hogy akkor tettem valamit a földét, és akkor ma már... Tehát erről beszéltünk pár hírek korábban, most meg itt pislogtok naívan. Egy dolgot hagyd tegyek hozzá, mert a pontos idézet az most sajnos nincsen meg, de hogy ez nagyjából olyan, mint amikor a kis herceg ugye elmagyarázza, hogy valójában neki a rózsája azért fontos, mert azért ő vállalt felelősséget. És hogy amit mondtál, hogy mert finomabb, mert a multi, mert a nem tudom micsoda, nem. A balkonon megtermelt paradicsomom az azért finomabb minden esetben annál, mint amit veszek a multinál, a piacon, a teljesen mindenmentesnél, a bácsinál, aki valószínűleg ugyanannyira szeretettel gondozta, mint én, azért lesz az enyém finomabb, mert azt én gondoztam, és én neveltem, és én szerettem. És amúgy ez tényleg ennyiről szól. Én azt gondolom, mármint, hogy most nyilván megint akkor tudok... Értem. Magam van egy romantikája. Pár olyan ember nevében beszélni, aki hozzám hasonlóképpen így azt szeretné, hogy nem tudom, legyen körülötte zöld, és ezt valahogyan be tudja csempészni, akár ugye Budapesten, de ez bármelyik nagyobb városban is, ahol nem kertes házban élnek a lakók, hogy van egy ilyen lehetőség. Lehetne tovább menni, és szerintem a várostervezésbe sokkal jobb lenne, ugye volt New Yorkban, 70-es években volt talán ilyen forradalom, hogy legyen így a blokkoknak ilyen közös kertje, ahova aki akart, az le tudott menni kertészkedni, és akkor annak már egyébként a legnagyobb a hozama, tehát ahogyan mondod, mondjuk én egy erkéllyel, ha csak a paradicsom mennyiséget nézzük, akkor azt mondom, hogy egy olyan 4-5 reggelit, meg egy tésztaételt oldok meg, tehát hogy ez a mennyiség, ami sok locsolással, szeretettel történik. Akinek gyereke van, az számomra furcsa, hogy azzal érvel, hogy egyrészt ugye a balkonján mondjuk paradicsomot érlel? Hogy mondják? Termesz. Nem jutott eszembe a szó. És közben meg azt mondja, hogy a gyerekemre hát jó lenne, ha több időt is fordítanék, mert hogy mindent az anyuka viszel, és egyébként én magam is így érzem, hogy én például azért nem csinálok ilyesmit, mert hogy azt az időt, amit mondjuk a paradicsommal eltölthetnék, azt mondjuk a gyerekemmel is tölthetem, mert számomra a funkcióban nincs különbség, hogy valakivel kedves lehetek, gondozhatom, látom a növekedését, és jól érzem magam vele. Értem, hogy valakinek ez a paradicsom, de ha valakinek van gyereke, akkor én inkább azt mondom, hogy akkor mondjuk pótolja a paradicsomot a gyerekkel. Ne ezzel keverjük, légy szíves, mert szerintem tudom, én inkább azt szeretném mondani, demagóg, hogy tudom. Ez egy kicsit olyan, mint hogy nem te elmész meccset nézni, én pedig helyette a kis kertemet ápolom a balkonon, tehát hogy ezt inkább ilyen hobbiként, és ne keverjük a gyerekkutya, nem tudom, azért van nekem tehát mondjuk focizás helyett, mert én inkább paradicsom. Hanem azért, mert ez egy hobbi. Én idő, tehát, meg én idő. Igen, aha, igen, jó, oké. Tehát, ha már behoztad a gyereket, szerintem az is egy szempont, hogy ezt lehet a gyerekkel is csinálni, és azok a gyerekek, akik a városban nőnek fel egy panel lakásban, neki ez egy picikét, persze nem ugyanaz, mint kimenni az erdőbe sétálni, vagy nem tudom, tényleg egy konyhakertet fenntartani, de tudod, ezek a lehetőségek nagyon korlátozottak, és hogyha csak annyi, tudod, megmutatod neki, hogy nő a paradicsom, azzal már valamit tanít ott áll neki, és egy kicsit adtál. Figyelj, oké, ez a része, ezt adom, ez nagyon jó. És akkor biológia órát is lehet tartani ott rögtön a gyereknek. Freud? Van kis különbség, igen.
Mondanék még egy példát, és akkor ez már nem a paradicsomhoz kapcsolódik közvetlenül, talán már az előző példám sem ilyen volt, de próbáltam legalább ennek az Ultimate Fight-nak, amit így felvezettél, valami kis keretet adni, mintha megtörténne, de egyébként nem, mert nagyon sok mindenben egyetértünk. Én mondom még egyszer, inkább ezekkel az ideológusokkal nem értek egyet, akik a föld megmentését, meg mit tudom én, az árak leszorítását látják az egész mögött. Szóval mi anno próbálkoztunk mosható pelenkával, hogy az mennyire zöld. És én hiába mondtam, hogy mosható pelenka, ahhoz azért egy csomó vizet el kell használni, hogy a gyerek egyszer belekakil, és akkor azt ki kell mosni. Még sorolhatnám, hogy ennek milyen lépései vannak, de hogy nem, mert az még mindig környezettudatosabb, mondta a párom, mintha ha megvesszük újonnan a pelenket. És arra jöttünk rá, hogy annyi macerával jár ez a folyamat, és egyszerűen nem tudja jelenleg a piac kiváltani valami olyasmire, ami tényleg környezettudatos, de hasonlóan gyors, hatékony, rapid megoldás egy ilyen helyzetben, hogy azon kaptuk magunkat, hogy az az idő, amit tényleg mondjuk a gyerekemmel is, akkor itt most megint nagyon demagóg leszek, vagy szentimentális, az az idő, amit a gyerekemmel tölthetnék, az a plusz egy-két perc, vagy öt, vagy tíz, azt nekem, tudom én, mosógépbe helyezés, előtte kézzel kimosás, kicserélés, átteszem, beáztatom, ezzel kellett töltenem, és akkor mondta, hogy ne álljunk le erről. Ez nem. Oké, hogy nem annyira környezettudatos, de ha összeadod, hogy mennyi időt töltesz ezzel, akkor ahhoz képest. És ezt be lehet helyettesíteni abba, és ez tényleg az én egyéni preferenciám, hogy mivel nekem ez nem hobbi, mondjuk a paradicsom termesztés a balkonon, én nem fogok azért paradicsomot termeszteni a balkonon, mert az az illúzió él a fejemben, hogy az mondjuk finomabb és jobb, és ezzel én mondjuk annyit nyerek, hogy ugyan csomó időt eltöltök vele, de mondjuk lemehetnék a boltba, és akkor megvásárolhatnám. És akkor még egy példa, van ez az általános vélemény, hogy a zöldségeket azokat ne a szupermarketekben vegyük meg. Most ezen a nyáron háromszor futottam rá arra, hogy elmentünk direkt egy ilyen nagyon menő, nagyon különleges zöldségesbe, ott vettük meg egyébként aranyáron a dinnyét, oké, vegyük meg ott a dinnyét, és hát nem tudom, van ilyen sker, fele annyira volt finom, mint amit aztán megvettem az egyik ilyen üzletláncban. Még ez sem teljesen igaz, hogy ott egyébként, amit így kézzel, meg szeretik, meg simogatják, az mondjuk finomabb lenne a végén. Van egy rossz hírem a környezetvédelemmel kapcsolatban. Yeah. A legtöbb olyan dolog, amit megtehetsz azért, hogy kisebb kárt okozzál a környezetedbe, az nem kényelmes. Most nem tudom... Ez nem nekem rossz hír. Olyan tekintetben igen, hogy említetted a mosható pelenkát, nekem nincsen ilyen tapasztalatom, nem tudom elképzelni, hogy mekkora terhet jelent ez valójában, de akár a szelektív személygyűjtés bármilyen dolog, vagy lemondással, vagy időráfordítással jár, és sajnos azt gondolom, hogy valamilyen tekintetben jó, ha nem azt mondom, hogy kell, mert azért idáig nem folyamodnék, tehát nem baj, hogyha az emberek ezt tudatosítják magukban. Kell, az azért nagyon csúnya lenne. Az, hogy én ilyen papírcsomagolásban veszem meg a papírzsebkendőt, az jelenleg kétszer annyiba kerül, mintha ez ebben a nylon csomagolásban vásárolnám meg. Ez így nem oké. Erre a piacnak kellene reagálnia, ha valóban fontos számukra a föld megmentése. Közben én egyébként meg pont azon gondolkoztam, rácsatlakozom Biancára, hogy igen, tehát, hogy itt az időt említetted, meg azt, hogy akkor egyszerűbb megvenni a pelenkát, meg nem tudom, hogy keretes szerkezetben jutunk vissza szépen az első hírig a fogyasztói társadalomról és arról, hogy mi a kényelmesebb neked, és hogy mire szánsz időt, és mire szánsz pénzt, és hogyha nem érzed meg a pénztárcádon, akkor viszont meg fogyasztani fogsz, és hogy ezt kezdted el kritizálni, majd utána egyébként behozol egy olyat, amiben ugye te magad is, de ezt akkor is elmondtad, hogy mi magunk is ugye ezek beleesünk, és behoztad azt, hogy te hol estél ebbe bele ugyanúgy. Ez tény, tehát nekem ez életem egyik problémája egyébként az időbeosztás, és nagyon sok mindenre sajnálom az időt, a gyerekemmel való elfoglaltságra egyáltalán nem, vagy éppen mondjuk a sportolásra, tehát vannak ilyen témák, de amikor azon kapom magam, hogy éppen téblábolok, mondjuk a hűtő előtt, na azokat a pillanatokat már utálom. És erről a trackről igyekszem én lejönni, tehát nekem ez egy ilyen személyes tragédiám is, hogy sokkal nagyvonalúbban bánhatnék az időmmel, és engedhetnék ilyen nemes dolgokra is időt, mint például, hogy balkonon
termesszem a paradicsomot. London polgármestere kampányt indított a szexizmus leküzdése érdekében. A kampány lényege, hogy a férfiak tegyék szóvá, hogyha valaki átlépi a határt egy nővel vagy egy lánnyal szemben. Egy tanulmány felfedi azt, hogy 3-ból 2 férfi közbe akar lépni, ha nő gyűlölő beszédet hall, de nem tudja, mit mondjon. Hát én megdöbbentem, amikor ezt a hírt olvastam, ugye... Kánnak, a londoni polgármesternek az új kampánya arra ösztönzi a férfiakat, hogy rosszalú hangon mondják azt, hogy mate férfi barátainak, hogy haver, vagy valami ilyesmi lehet talán lefordítani, ha valami szexistát mond, vagy szexista viccet süt el. És ahogy már említette Bianca, a cél a nők és lányok elleni erőszaknak valamilyen módon leküzdése vagy visszaszorítása. Hát ez egy szovjet propaganda plakátra emlékeztetett engem, amikor ezt a métes plakátot láttam. A viccelődés veszélyeire hívja fel a figyelmet. És ha ezek az óriási szovjet propaganda plakátok nem lennének eléggé rosszak, akkor még ott van egy interaktív kisfilm is ezzel a métel kapcsolatban, ami egészen brutális, ahol egy fehér munkásosztálybeli férfit ábrázol úgy, mint egy szexuális erőszaktevőt, verbális erőszaktevőt, és érdekes, hogy Kánnak a különböző kampányait egyébként végigkíséri ez a motivum, hogy fehér munkásosztálybeli férfi az, aki vagy durván viccelődik, vagy nagyon megbámulja a nőket, mert ugye Londonban már ezt is igyekeznek betiltani. Tehát teljes döbbenet számomra. Nem gondolom egyébként, hogy ezt komolyan gondolja Kán, és bármiféle ideológiai alapja lenne ennek. Egyáltalán az ideológiai politizálás az már egy kimúlt állatfaj. Itt is a kultúrharcnak a hergeléséről, ostorozásáról és folyamatos felszínen tartásáról szól szerintem ez a történet. Kultúrháború a londoni férfiak ellen, a nők javára, ugyanakkor pedig egy olyan témába kapaszkodik, amelynek van valóság alapja. És van egy mögé tehető, ijesztő statisztika, és akkor ezt elvinni utána a falig, a szélsőségekig, és amikor már régen nem arról szól a történet, akkor meg már hiába vakarja az ember a fejét. De igazán felháborodni sem tud ellene, mert rögtön rásütik ugye, hogy náci, hogy sorosista, hogy brüsszelista, vagy éppen ugye Orbán esetében mondtam el azt a példát, hogy ha valaki pozitív jelzőkkel illeti Orbán TikTokos megjelenését, akkor rögtön NER kegyencé válik, aki támogatja a pártot. Tehát olyan szinten polarizálódott a társadalom, és láthatóan nem csak nálunk egyébként, hanem az Egyesült Királyságban is, amiből lehet politikai tőkét kovácsolni, csak éppen közben szétesik egy társadalom, de hát az meg kit érdekel. Én nem láttam a plakátot és a reklámfilmet, megmondom őszintén, én alapvetően a cikket olvastam el, és a mögé rakott statisztikát, aminek egyébként egy fontos építőköve az, hogy nem csak, hogy szeretnének beavatkozni, de nem fognak, és hogy nem tudják, hogy mit mondjanak, hanem az is, hogy amennyiben egy ilyen helyzetben kellene fellépni, akkor pedig egy ilyen biztonságos, inkább barátságos légkört keltő dolgot kéne csinálni, nem pedig agresszíven fellépni. Ez ennek a hármasnak lett ez a haver, a végeredménye, amiről most gondolhatunk bármit egyébként. Én rögtön nem azokra a dolgokra gondoltam, amiket te szélsőségeként felsoroltál, hogy akkor nem szabad megbámulni, meg nem tudom, és lehet, hogy a kampány ezt egyébként nagyon rossz felé viszi, hanem például azokra az esetekre gondolok, amikor vagy velem, vagy valaki mással a 4-es-6-oson megtörténik, hogy valaki elkezd nagyon illetlenül és nagyon tolakodóan ráhajtani, vagy nem tudom, hogy ráhajtani, de hogy az biztos, hogy belemászik úgy az aurájába, hogy az akár félelemkeltő is lehet, de az mindenképpen azt igen. Érzem, hogy ez egy ilyen kb. Vagy kvázi zaklatás, nyilván nem ilyen erőszak a villamos közepén, tehát most ezt nem fogom összemosni a kettőt, és azt látom, hogy az emberek ebben az esetben lesütött fejjel általában így nem szólnak semmit, nem tesznek semmit. Irigykednek arra az illetőre.
megmeri csinálni. Én alapvetően ezeket a helyzeteket nem viccelném el. Tehát se nők, se férfiak esetében. Hát szólj rám, hogy haver! Tehát se nők, se férfiak esetében nem szeretném el viccelni az ilyen helyzeteket, és nem csak férfiak tudnak ilyeneket csinálni. De nagyon, nagyon érdekes az, hogy tényleg nem lépünk soha közbe. És most akkor vonatkoztassunk el attól, hogy a nőknek a zaklatása gyakorlatilag bármi történik. Nem figyelünk a környezetünkre, nem figyelünk arra, hogy valaki veszélyben van-e mellettünk. Nem, hogyha látunk valakit, aki rosszul van, feltételezzük, hogy részeg alkoholista, megérdemli, hogy ott fekszik, elsétálunk mellette. Hogyha látunk valakit, és egyébként a legrosszabb az is, hogyha látunk valakit, aki felemeli a hangját valami olyan ellen, ami egyébként egy közösséget zavar, vagy éppen egy olyan szituációt próbál megoldani, amire mindenki azt szeretné, akkor talán megjelennek az emberek, de még olyankor is van egyébként, hogy besütött szemmel inkább azt várják, hogy az az ember szenvedje el annak a következményét, amit ők nem akartak csinálni. Szóval nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás, ami valaha született. Nem biztos, hogy ez a szó fogja megváltani a világot. Nem biztos, hogy az a fehér munkásosztálybeli férfinek az ábrázolása a legkiválóbb médiakampány volt eddig a történelem során, de hogy egy valós és létező problémáról beszélünk, azt nem biztos, hogy el kéne tagadni, és amúgy tök jó lenne elkezdeni gondolkodni, igen, ilyen szavakon, mert hogy vannak egyébként olyan kézjelzések, amikkel ugye már tudjuk mutatni, hogyha éppen veszélyben vagyunk, hogy vannak olyan segélyhívások, amikkel mondjuk már egy dispatcher tudja, hogy nem pizzát rendelsz, hanem valójában egy erőszak elszenvedője vagy, tehát nem biztos, hogy baj, hogy kódolunk bele a társadalomba olyan jeleket, amikkel, és most megint jelzem, nem csak férfiakat, nőket összemosol is, bárkit meg tudunk védeni. Ráadásul nekem a legnagyobb problémám, abban tök igazad van, hogy valós problémáról van szó. De aki ezt elhazudja, illetve eltagadja, vagy nem a megfelelő helyre helyezi a fókuszt, az pont a londoni polgármester annyira megragad a verbalitásnál, tehát konkrétan olyan dolgokat ír le, hogyha szexista viccet mond valaki, akkor azért álljunk ki, hogy ezt nem lehet, mert annak nyilvánvalóan az az egyenes következménye, hogy a nők elleni bántalmazást segíti elő. És ez szerintem a valóságnak a kiforgatása. Beszéljünk arról, hogy hány nő szenved el, akár családon belüli erőszakot, hány nőt bántalmaznak az utcán. Ezek nagyon fontos dolgok, Eszter, én is úgy gondolom. De az, hogy ezt egy olyan síkra vinni, hogy már rögtön a szexista viccek ezeknek a gyökerei, ez egy hazugság, ez nem igaz, ez egy látszat tevékenység, ahogy Tamás is elmondta, ez a kultúrharcnak a része. Úgy csinálok, mintha valamit megpróbálnék előre lendíteni, de nem történik semmi, csak tettem egy gesztust a nők felé, amiből majd szavazatot szeretnék kovácsolni. De ennek nem gondolom, hogy ilyen formában, ahogyan ez meg van fogalmazva, valójában eredménye lesz. Nagyon nem értek egyet azzal a felvetéseddel, hogy egyébként az, ahogyan ezeket a témákat megfogalmazzuk, az, ahogyan ezekkel még mindig viccelünk, az, ahogyan ezekben nem mozdulunk elő, és az, hogy a verbális problémákat nem veszük komolyan, nyilván nem ahhoz vezet, hogy elsütsz egy szexista poént, akkor utána hazamész és agyonvered az asszonyt. Ennek így semmi köze nincsen egymáshoz, csak szerintem ez a mondat így demagóg. Az viszont, hogy a társadalom hogyan fog előre mozdulni, hogyan fogunk egymással tiszteletre tekinteni, vagy tisztelettel tekinteni hosszú távon, abban egyébként igenis vannak nyelvi gyökerek, és nem biztos, hogy egy-egy rossz viccel van probléma, sőt, nem egy-egy rossz viccel van probléma, és még nem egy-egy jó viccel van probléma, és nyilvánvalóan én is szoktam viccelni a nők a konyhában történetekkel. Nem ezzel van a probléma, egy általános felfogásnak a változása, viszont egyébként verbális kereteken keresztül is tud működni. Csak szeretném azt kérni, hogy akkor kezdjük azt, hogy a családon belül erőszakot, illetve a nőkkel szemben elkövetett erőszakot, vagy amúgy az emberekkel szemben elkövetett erőszakot próbáljuk meg elsőnek megoldani, és utána helyezzük át a fókusz, hogy amúgy hogyan is bánunk a nyelvvel. Mert én nem tudom, hogy ő mit tett egyébként a nők elleni erőszak ellen. Mármint, hogy én most én se, de most elolvastam, hogy a szexista viccek azok nagyon károsak a szexizmusra. Igen, csak ez most egy ilyen kiragadott történet, érted? Azért mondom, mert hogyha
ez Magyarországon hangzana el, akkor tudnám azt mondani, hogy jelenleg milyen intézkedések voltak az ellen, hogy a nők elleni erőszakot megszüntessék, akkor tudnám történelmi, kulturális és mindenféle kontextusba helyezni. Biztos vagyok benne, hogy Nagy-Britanniában is egyébként ezzel óriási probléma van. Biztos vagyok benne, hogy Londonban is van. Azt nem tudom, hogy ennek a Sadiq Khannak egyébként voltak-e már olyan intézkedései azelőtt, amik ennél nagyobbak voltak, és ez most még arra egy megfejelése volt a történetnek, vagy csak így ennyi történt? Azt mondod, hogy az első tégla, az alapkő az, hogy mondjuk ezeket a szexista vicceket visszaszorítjuk, és akkor az lassan hatással lesz arra, hogy kevesebb nőt fog szexuális erőszak érni. Nem, én azt mondtam, hogy ezt a kettőt, ezt felejtsük el, én itt a tiszteletről beszélek, tehát arról, hogy hogyan nézzünk egymásra. Az ugyanúgy tudsz tisztelettel nézni valakire, ha egyébként nem sütszer ilyesmit. Tehát számomra ez az érvelés, ez nagyon hasonló ahhoz, amit Dúró-Dúra is megtett, hogy ledarálja a könyvet, és akkor nem jutunk el a nem váltó műtétekig. Tehát a probléma nem abban van, hogy ilyesmivel viccelünk, és ha erre próbáljuk építeni, ha ezt vissza akarjuk szorítani, az azonnal egy hazugságra fogja építeni az egész stratégiánkat. A probléma nem azzal van, hogy szexista vicceket mondunk, hanem hogy alapból nincs hitképzés a társadalom egyes tagjai között, széthúzás van, nincs társadalmi szolidaritás, atomizáltság van, és a politika ezt gerjeszti a polgárháborúval. És az az alapkő, amit te elvársz, ez már önmagában a kultúrharcnak a része. Bármát, ez a probléma mondom, okozója. De ez egy hazugság. Ez egy hazugság, sok hogy te azt mondod, hogy baj van. Ilyen. Ha baj van, ha azt mondod, az egy hazugság, ha azt mondjuk, hogy a szexista viccek bármihez elvezetnek, és hogy probléma van velük. Nem. Lehet, hogy az pont egy szelep. És az a természetességnek, vagy valaminek a pont az ellenkezőjének a kifejezése, egy irónia. Érted? És ha már ebbe belenyúlunk, akkor hova fogunk eljutni? Akkor tényleg jön a náci Németország.